שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, במאמר לסיום הזוהר, אנחנו ממשיכים... יו רגעת, מנגנק בעל הסולם, מירה שבר אובשונק. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם... אז בסיד הזוהר בפרדשינק אוקמבול, קרדשיקת לאט פלטן, יש איזה גדמק הגדיוק, הלצקה שורם. בכתבי בעל הסולם, עמוד 474... את מגצר בעל הסולם, מירה שבר, בסיד הזוהר בפרדשינק אוקמבול. בעל הסולם מסביר לנו כאן איך האדם הוא רוב. בעצם יכול לאחוז במה שניתן לו. את בעל הסולם אלמדיר ezt nekünk, hogyan képes az ember megtartani, ami meg lett adva neki ebben a világban, ugyanis minden meg lett adva, minden ebben a képzeltbe világban, és ez azt jelenti, hogy megvan minden, hogy felfedezze a teremtés célját, ezt megvalósítsa. Elmagyarázza bár szám, hogyan képes mindent, hogyan képesek mindent a gyakorlatba ültetni. Úgyis ez az egyetlen ok, hogy itt vagyunk, ez az egy van az életünknek. És hogy elmagyarázzák, meg kell valósítanunk, és adaptálnunk kell ezeket a módszereket a köztünk lévő kapcsolatra, hogy felfedezzük a valós állapotot, amiben létezünk. Összehasonlítja, hogy egy emberhez hasonlítja, aki a folyóban fuldoklik, és akinek egy kötelet dobnak. Bászám elmagyarázza, hogy a kötél tulajdonképpen a Tóra és a parancsolatok. És az egyfolytában nélkül vágyunk ellenében kell megtartanom magunkat, és megragadni ezt a kötelet. Fel kell fedeznünk, hogy mind össze vagyunk kapcsolva, és át kell változtunk megszerzési vágyunkat. Adakozásra vissza kell térnünk a forráshoz. Azon a kötélen keresztül, amit ez a forrás dobott le nekünk. Korrigálunk el a 620 vágyunkat. Magunk kell vannunk ezt az erőt, meg kell szednünk fölülről, amire formál minket. És akkor folytassuk. És így a Tóra és a parancsolatok a vége, jelentik a kötélnek. És nincs olyan ember a világban, képtelen ezt megövedni. Még ha csak egy kicsit is meg tudja ragadni, akkor meg lesz jutalmazva a Tórában, a parancsolatban, a elmerülésben, a lisma formájában azért, hogy megelégedettséget okozza az alkotójának, és ne saját magának. És ezért a Tóra és a parancsolatok elvezeti őt a teremtővel való formájegyezéshez. És ez a jelentése annak, hogy és hozzátapad a teremtőhöz, és ebben az időben föltárol neki, és eléri a teremtő gondolatait, amit úgy hívjuk, hogy a Tóra titkai, vagy a Tóra ízei, és meg lehet, csak ezután fog állni a teljes dövek hozzátapadást a teremtővel. És az oka, hogy elérjük a teremtő gondolatait, tehát a Tóra titkait és az ízeit, ez azért van, mert ezzel a kötélen nagyon sok fokozat létezik, és így érjük el a teremtővel a formaegyezést. És így ez a nagyon sok fokozat, ahogy elérjük a Tóra titkait, az ember elérésének a mértékét jelenti a Tóra titkaiban, és abban a folyamatban, hogy megismerje az ő gondolatait. És ez a mértéke a teremtővel való formájegyezés mértékének is. És összefoglalva 5 fokozatot találhatunk itt, nefes ruhá, nesemá, helye, jehidát, és mindegyik, minden ebből épül fenn. És minden 5 fokozatot találunk,
és ezt megtalálta, tehát ezekben is öt fokozat által, és így 100 fokozat kapni. És ezeket világoknak is nevezünk, hogy ezt a bölcsénk mondják. Tehát ezek ugyanak a vágyak, amik az ember megkap, ezek egoisztus vágyak. Tehát ez egy kölcsönös ellenállás, egy kölcsönös visszajutasítás a fele barátja iránt. És ezeket mind föntről kapja az ember, hogy korrigálja. Ezért kapja, hogy fölülemelkedjen ezen, és lefedje ezt a szeretettel és az utakozással. És ezáltal korrigálja az egész folyamatot. És így ezt ne ráhájt felfedezik. ובעוצמה יותר בנפש רוח נשמה חיה יחידה וכך מגיע לגילוי egy nagyobb intenzitás érje a tíz szfirában és a nefes ruha nesem a haja jehida vonatkozásában, és ezek hol vannak? Mind az emberben. Az első vágyak, amit megkap, az egoista vágyak, és ezeket korrigálnia kell, hogy adakozás érdekében használjon, és ez az, hogy a teremtő felbukkan a személyen belül, ahogy a nevé önteremtő nevében is elkezdik, Bore, gyere és lásd. És amiért világoknak hívjuk őket, mert azért hívjuk a világoknak, mert az olám világszónak kettő jelentés van. Raf, mi mindig két megkülönböztetésben vagyunk egyszerre, a gyűlöletben és efelőtt a szeretetben, ahogy írva van, hogy a szeretet lefed minden bűt. A korrupció, ez a törés mindig megmarad, de mi fölé emelkedünk, és pontosan efelőtt korrigáljuk ezeket a köztünk lévő szakadék fölött. És ebben a szakadékban, ebben az intenzitásban találjuk meg a teremtőt. Tehát a két különböztetés, aki belép a világba ugyanabban az érzékenyben, amit az ember lát, hall, érez, és minden, ez mind, amit ebben a világban lát, hall és érez, és kettő, és mindazok, amik ebben a rejtett világban képtelen elérni, és ez a két fokozat létezik az elérésben is. Először is bárki, aki meg lesz jutalmazva bizonyos fokozatokkal, az meg kell ismerni ezt az elérést. Ez minden generációban meg lesz, és lesz egy közös elérés. És lesz egy közös elérés ugyanabban a világban. Kettes, mindenki, aki elérkezik erre a fokozatra, és nem fogja képes megismerni, vagy érzékelni, hogy mi van egy másik fokozaton. És ez létezik a világok vonatkozásában is. Nem lesznek olyan szintek, amit nem ez képes elérni, és nem ez képes ezeket a szinteket felfogni, és ezeket úgy hívjuk, hogy világok. Olam, world, a világ, ez a kilui, és hálam, a feltárás és elrejtés szavakból jön. Tehát van egy bizonyos szint, az elrejtésnek egy bizonyos szintje, ez a vonal. És vannak különböző fokozatok, ahogy én haladok fölfelé. Mászunk fölfelé ezeken a fokozatokon. És itt a felső szintje, a korrekció vége, a piros lét, és a legalsóbb fokozat, ez a világ. A piros lét, az a korrekció vége, a fekete tartozó vonal, az pedig a mi világunk. Tehát mi történik minden egyes fokozaton? Mindenek előtt az ember két bizonyos szinten van, eléri ezt. Megmarad az összes fokozat, amit ezelőtt elért. Itt van ezen a piros fokozaton, egy bizonyos szintet elért. Elérte ugyanazt a dolgot.
amit a kabbalisták, amire a kabbalisták úgy vonatkozik, hogy Ábrahám, ezt mondta Ábrahám. Így mondta, ő ezzel kapcsolatban felvetett egy bizonyos szintet, ezen keresztül ment, és ezért képes leírni ezt. Másodszorban a magasabb szintek ismeretlenek számára, וכך תמיד יש לאדם גם נסתר וגם נגלה. Tehát van egy elrejtett rész, ez a zöld, és van egy feltárt rész, ez piros, és az emberben mind a kettő megvan. De ez érdekes itt, tehát minden egyes fokozat, ott a fény úgy tűnik a sötétség elme. Ez azt jelenti, hogy a sötétség az létezik mindenhol, és a fény kiűzi ezt a sötétséget. Tehát minél magasabb fokozaton vagyunk, annál nagyobb a megszerzési vágy. Ennek megfelelően 125 fokozaton emelkedhetünk föl. Ezeken a fokozatok, amit minden alkalommal ez a hajlam egyre vaskosabb és vaskosabb, és ennek megfelelően nagyobb képességet szerzünk, hogy felfedezzük a fényt, nagyobb edényt, és a fokozat a szintek között egyre nagyobb és egyre éresebb lesz. És minden egyes állapotban ez az, amit a klí, az edény felfedez, ez a sötétség, ami az edényben lakik, és a fény, ami megjelenik fölötte, a kettő közötti szakadék minden alkalommal nő, minden alkalommal nagyobb lesz, és így a fény kiűzi a sötétséget, ez itt egy delta, ez a zöld, ez a kettő közötti különbség. És ez az elérés, amit ennek szerzünk, az a fény és a sötétség, tehát a sötétség, a megszerzése, vagyis a teremtő között, az adakozás közötti delta, a különbség. Ebből következik. Soha nem érjük el a jelenséget magát, csak két ellentétes tulajdonság közötti különbséget, és ez adja meg az érzékelést. Ez érthető? Timur Istanbul soel, az echen jachol leargis beze madrigán... Timur Istanbul kérdezi, hogy hogyan érezhetem, milyen szinten... Az ember milyen szinten van, ezt érezheti, és ha igen, hogyan? Érezhetem, és le is mérhetem. Ez megtörténik. A gadlut szintjei után, a felnőtt kor állapotában, amikor az ember felébred, és meg lesz a vágya, és de ezelőtt nem. Ott le kell nulláznod magad, és utána feltárulnak ezek az állapotok. Tehát hol van a... Mi ez a szenzitivitás, mi az érzékenység, amit megszerzünk a fokozatok között? Hogy van egyre érzékenyebb erre? Minden különbség, mondja Rav, ami feltárul, az ebben a hiányban tárul föl. Különböző megkülönböztetéseket tesz lehetővé. Tehát nézzük, hogy milyen különbség a fokozatok között. De lerajzol, amit tesz, azt a szakadékot. A pratim. הוספת הפרטים.
Van itt egy hozzáadott részlet. És ez az, ami alapvetően, amit egyre több és nagyobb részletet érünk el. És nem az intenzitásban van. Az intenzitás részletekben tudjuk lemérni. Van 10 szférák minden fokozaton, az alsóbbakban és a felsőbbekben, és mi a különbség az alsó 10 szféra és a felső 10 szféra között? Mi a különbség ezen 10 szféra és a felső szint 10 szférája között? Tehát mi ez a delta? Ez a részletek száma, a delta. A részletek mértéke. Tehát mit kell tennie ezek a részletekkel a kapcsolat vonatkozásában? Meg kell vizsgálni egyre több vágyat és különböző minőségeket. És meg kell néznünk, hogyan tudjunk ezt kombinálni egymással. Elektron pozitron. Hát ide a moh shelanu, szinapszima elő, klum ein bajem. A természet alapja a plusz és mínusz. Elektronok, protonok. Nincs más. Az elménkben sincs más, mint ezek a neurális kapcsolatok. A komputerek is ugyanígy működnek, egy bináris módon. Ez minél nagyobb a kapcsolat részek között, annál nagyobb a logika, ami működik közte. Mint egy szoftver. Hogyan tudjuk összekapcsolni ezeket az egyeseket és nullákat? És ez a forma pontosan a teremtő formájának megfelelő. Ez azt jelenti, hogy felfedezett, hogy minden egyes ember egyre inkább az adakozás formájában van. Ugyanúgy, ahogy az életünkben is, szó szerint ez hasonló. Hogyan tudunk egyre jobban hozzákapcsolódni másokhoz? Ez a részletek sokaságától függ. És hogy kapcsolok? Az intenzitás magát nem tudod lemérni. A spirituálisban minden a részletek alapjában lemérve. A 10 szféra. És hogy tudod ezt még jobban megkülönböztetni? Ez adja meg az intenzitást. Ezt nagyon jól elmagyaráztad, még mindig nem értem, mit jelent a spirituális fokozat. A spirituális fokozat, mondja Rav, az egy olyan dolog, amit nem magamtól fedezek föl, de mások vágyán keresztül. Kitöltem az ő vágyukat, és azért, hogy úgy érzem magam, mint a teremtő, és ezt hívom én a spirituális állapotomnak, a spirituális fokozatom. Mások vágyán, amikor mások vágya sokkal fontosabb lesz, és képes leszek érezni az ő vágyukat. Lenullázom a sajátomat azért, hogy kitöltsem az övéket. És ezután fölébreztem a saját vágyamat, annak a mértéknek megfelelően, hogy őket tudjam szolgálni. És hogy keresztül menjek az ő vágyuk beteljesítésén, és ezáltal hasonló vágyak a teremtőhöz, és hozzá tudjak tapadni. Ezt hívom az én spirituális szintemnek. Minél nagyobbnak látom a barátokat, minél jobban bele tudom foglaltani magam az ő vágyaiba, vagy az ő vágyaikat magamba, annál jobban tudom, jobban ki tudom tölteni őket, annál nagyobbá válok, és annál inkább hasonlóvá vagyok a teremtőhöz, ami azt jelenti, hogy egyre inkább hozzá tudok kapcsolódni. Szeresd fel a barátod, mint saját magad. Szeresd az Úradat. És ezek egy dologgá válnak benned. Ha nem vagyok képes szeretni a teremtőt, hogyha nem szeretem a barátokat.
a barátokat, mivel nincs kapcsolatom a Teremtővel, csak a barátokon keresztül. És a barátokon keresztül tudom kinyitni magam. Így tudok megnyílni mások felé. Így tudom átfordítani a munkát. Minden a kapcsolatban tőle. Olvassatok az Árvút cikket a Kölcsönös Galáciában. Hát minden le van írva. Hogy válunk egy szent nemzetté a főpapok királyságába, hogyan adakozunk minden teremtett lénynek. Ez nem egyszerű, mondja a barátom, hogy ezt le tudja, mondja Cvika, hogy ezt le tudja írni. Tehát a valóságról beszélünk magyarabb. Tényben ezt nem írja a tor és a parancsadók, ez egy kötél, és mindenki képes ezt megragadni. Ez úgy tűnik, hogy ezt ki tudja megtenni. Tehát képesek vagyunk ezt így ezen módon. Ez nem olyan, hogy ez hogy tűnik nekem, ez így tűnik nekem, vagy úgy tűnik nekem, ez a teremtés törvénye. Ezt be kell tartanunk, nincs más választásunk. Mert hogyha nem tartjuk be, ha nem tartjuk be, akkor szenvedni fogunk. Ez az, ami mindenkünkkel megtörténik. Ez nehéznek tűnik, mert nem vagy benne. És nem használod a helyes eszközöket. Beszélj baráttal, aki egy kilométerre van tőlem. Hogy én vagyok képes megpróbálni gondokat cserélni, de ők nem hal meg téged. Ez a módja, hogy megközelítem őt, hát akkor vedd a mobiltelefonot, és hívj föl, és akkor egyszerű módon tudsz kommunikálni. Tehát lehet egy kilométer, vagy 10 000 kilométer, semmi probléma, ez mind. Ez az a múlik, hogy használod ezeket az eszközöket, amikkel meg tudod teremteni a kapcsolatot, vagy sem. Tehát el tudod kapni, meg tudod ragadni a kötelet, amit dobtak neked. És hogyha te nem vagy képes megtartani, akkor senki nem fog. Tehát már a gyerekeim és az unokáim is tudják, hogy hogyan használják a mobiltelefon. Mert jobban, mint én. Sokkal jobban tudják használni, mint én. Ez megmutatja, hogy mennyire állnak. Tehát ez egy generáció készen, hogy megragadja az eszközöket. Megvannak az alap felkészülések. Neked végülne ez az úton. Teremtőnek, vagy csak egy kis csoportnak. Egészségünknek teremtőnek, az azt jelenti, hogy az összes teremtett lény felé. Ez jelenti azt, hogy szeretni a teremtőt, és megelégedettséget okozni neki. Ez egy minőség. Hogyha én képes vagyok adakozni mindenki másnak, akkor ez azt jelenti, hogy én szeretem őket. Ez egy olyan tulajdonság, ami csak a mások szeretetében tud felbukkanni és megjelenni, és egyébként nem tudunk kapcsolatba lépni a teremtővel, nincs maga az edényünk. Hogyha hozzá kapcsolod magad másokhoz, és egy szeretettel viszonyod hozzájuk, akkor megszerzed azt a tulajdonságot, hogy szeretetként hivatkozhatsz, és ez lesz a teremtő. A teremtőnek ne fessétek le, mert semmilyen entitásnak, ne képzeljétek el, Isten ments. És ez a teremtő nem egy objektum, nem egy karakter. Tehát választátok le minden dologról. A teljes valóságon keresztül, amit megépítesz az értékeidben, úgy fedezed föl a legmélyebb szeretetet mások felé, és ezt hívott majd teremtőnek. A teljes Naranháj és a felső fény felbukkan benne. Egy kérdés, amit szeretnék megkérdezni, hogy különböző fokozatokon megyünk fölfelé, és van itt valami vezetés egy spiritualitásban,
irányítás. A végső parenciumban előtte nem. Előtte a rendszer a teljes hozzáadásot igényli. A teljes részvételt. A végső korrekcióban persze lesznek emberek, akik felfelik először a spiritualitást, majd oktatnak, tanítanak másokat, ahogy ez korábban volt, hogy Mózes tanította az embereket, és keresztül ment a folyamaton. Megalkultak a tízesek, a tízesek. Rav, los peldaños superiores. Rav, ez spanyol kérdés. Mutatkozó fokozatok. Nehezebbek lesznek, mint az első. ולעבור את כל הדברים האלו של ההתפתחות העוברית ולהיוולד זה ממש מעשה מאוד מסוכן מאוד מיוחד valóban nagyon speciális stressz, nagyon különleges és valóban nem lesz egyszerű. Látjuk, hogy mennyi nehéz megszületni, és ez nem olyan, ami az állatoknál történik. Tehát az embereknél születés még nehezebb, még összetettebb. És ez pont így történik a spiritualitásban, hogy elkezd a teljes korrekciót, hogy elkezdesz belépni. Nefel. És spirituális formában. De a mi időnkben tényleg meg kell tennünk ezt, mert az emberiség elért egy olyan állapotba, hogy látjuk, hogy a születés már nem olyan, mint a korábbi időszakokban volt, nem jár annyi veszélye. A spiritualitásban is, mivel a kabbalisták megtették a saját maguk korrekcióját, ezért nekünk is könnyebb megszületni, de mégis az első szint a legnehezebb, nincs elképzelése, hogy milyen, nem érzi, nem tudja elképzelni, hogy milyen az, mint a kisgyerekek a mi világunkban, az újszülöttek, akik nem tudják, hogy hova születnek. Ezért kell belefoglaltatnunk magunk a csoportba, hogy megszerzik az összes erőket, és kezdve tudjunk menni egyet. Az összes problémánk abból adódik, hogy nem érezzük, hogy ezt csoportban megkapom az összes szükséges támogatást, és hogy a teremtő csak a csoportban van. És tehát semmi más nem érdekes, semmi más, ami az életben történik. Egyáltalán nem kell foglalkoznatok vele. Csak a csoportban, mert ott található a felső fény. Úgyhogy belefoglalkozhatjuk magunkat a csoportba, akkor valóban rövid időn belül sikeres lehetünk. בוקר טוב רב חברים יקרים יו רגעת וג דרג ברטאים ונס מות קוראבן היז אליריש גילוי שלנו בתוך אז הפיין יש שתצ'י כזה תסקרתק בן תרתק מק אני בא לקבוצה נעים לי טוב לכל בסדר אני יוצא החוצה שם הוגן מניפסטר טוב אס a csoportban, hogyan érezhetem, hogy a fény a csoporton belül van, és minden, ami a csoporton ki van, az a sötétség. Tehát el kell érnünk kapcsolat első szintjét,
Tehát nézzük meg ezt a diagramot. Amikor elérkezünk ez az első spirituális fokozathoz, mi itt vagyunk, de el kell érnünk ez az első spirituális fokozatot, amit Rab mutat. Ez kapcsolat fokozat, az első. Mi ez a kapcsolatok száma? Feltenni egy újabb egoista vágy, hogy segítsen felemelkedni a következő fokozatra. És akkor elkezdett gyűlölni a barátokat. És itt visszautasítod, nem akarod velük találkozni, nem akarsz itt lenni. És mindenre így tekintesz. És ez megtörténhet. És hogy felülemelkedsz ezeket a dolgokon, akkor felfedezed a teremtés célját, még inkább a barátokban, ennek a fontosságát, tehát a te attitűdödben a barátok felé. A teremtő direkt és céltudatosan adta neked ezt az ellentétet, hogy ezt elhozza köztetek lévő kapcsolatban, és felülkerekedjeden, és akkor felemelkedsz a második fokozatra. És a második fokozaton ezek a dolgok újra jönnek. Egy még nagyobb gyűlölet ébred föl, mivel nő az ego, tehát még nagyobb a barátok, köztetés a barátok között, köztetés a csoport között még nagyobb gyűlölet bukkan föl, tehát rájössz, hogy nem szereted őket, nem akarsz velük kapcsolódni. Többé-kevésbé különbözőséget találsz. Tehát néha elérünk valami impressziót, benyomást, vagy kapcsolatot. A magasabb szinteken felfedezett, és akkor a magasabb fokozatokon felfedezett az ellentétet a gyűlölet és a szeretet között, a gyűlölet és a kapcsolat között. És akkor így felfedezed a komplet Naranhájt, de ezt csak a közösségem belül tudod megtenni. Tehát az közösségem a csoporton belül fedezed fel a gyűlöletet és a szeretetet is, annak megfelelően, hogy a szereted lefed minden bűnt. Ez az, ahogy ez működik. És Zohar sokat beszél erről. Ahogy én a csoportra nézek, és a tízesemre, én azt látom, hogy ők a legnagyobb, vagy kisebbek, de személyeket látok, nem mint egy csoportot. És nem úgy látom őket, mint egy rendszer. Próbáld meg őket, mint egy rendszer látni. Egy cél felé beirányozva, mondja Rav. Hogy lehetnek ők egy csoport? Úgy, hogy együtt kell feltárnotok a Teremtőt. Ez van írva a Tórában. A szereteten keresztül szeretsz felállítani saját magad, ezen feltételeken keresztül feltárnod a Teremtőt. Tehát ha ezt akarjátok, akkor egy csoport vagytok. Ha mindannyiótok ezt akarja. Hát, ez így működik a társadalomban is, hogyha valaki egy cél irányában összekapcsolnak az embereknek. Hogyha mi ezt az egymás felé irányuló szeretet miatt tesszük meg, és ezen keresztül a Teremtő felé irányuló szeretetre, akkor mi egy csoport vagyunk. Ez a sorsunk. Ez a célunk. Lásd őket nagyobbnak, mint saját magad. Kérdés, Nif. Mi ez a klí, ami megtartja ezt a deltát, ezt a különbséget, a fény és a sötétség között. Ez a mi erdényünk mindegyikünkben, mondja Rav. Én nem akarok lenullázni semmit a világban, még a legnagyobb gyűlöletet, az összes
mindenkit, aki utána, tehát azt kell látni, hogy minden a Teremtőtől jön. Minden gyűlölet, minden zavar. A Teremtő az oka és a forrása mindennek. Tehát az egész világ, azt kell látnotok, hogy az egész világ értetek lett megteremtve. Használhatok ezt az állapotokat minden egyes pillanatban, egy helyes módon. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy most elkövettem egy hibát. Tehát nem tettek semmit rosszul, mert nincs más rajta kívül. Ahogy írva van, én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Mindent úgy kell látnunk, hogy csak a Teremtőtől jön. Semmiben nem szabad visszautasítanunk. Nincs más, mint hogy összekapcsolom ezeket a dolgokat helyesen, és az én hozzáállásom nincs más rajta kívülre változzon. Minden részletet ennek irányába kell elrendeznünk. Minden komponenst ebben a világban, amit föltárok, azt a Teremtőnek kell tulajdonítom. Az a Teremtő. Minden egyes pillanatban meg kell tennünk. Ez az én munkám. Ez a mi munkánk. Ha megpróbálom, és nem vagyok sikeres, ez egy jel, hogy nem próbálkoztam eléggé. Miért képes megtartani ezt a kli? Tehát miért van ez a minőség? És miért tudja megtartani mind a kettőt? A Teremtőtől jön a sötétség és a fény is nyilvánvalóan. És a fény megjelenik a sötétségbe. És azért van a sötétség, hogy helyet adjon a teremtett lényeknek. Mert mindent az ellentétéből érzünk. Tehát nem lenne a sötétség, nem éreznék a fényt. Akkor a teremtett lény nem, ha nem lenne sötétség, a teremtett lény nem lenne képes semmit érezni. Tehát egyet a másik, vagy mind a kettőt érzi egyszerre? Mind a kettőt, ezt is és azt is mondja, Rav. Én nem tudom. Tehát én nem érzem a fényt, nem érzem a sötétséget. Mind a kettőt feltárom együtt. Csak neked tűnik úgy, hogy nem. Tehát minden érzékszervünk az ellentéteken működik. És hogy írva van, a szereted lefed minden bűnt, és ha nincs bűn, akkor nincs szeretet. Tehát a kliének van egy vágya, igen, van egy megszorítás, tesz egy megszorítás, ez a maszakot, az őt, és jön a haszadim, visszavált fény, és ebben a haszadimban feltűnik a hokma fény. Mert a haszadim az csak az adakozás minőség, a hit, az nem egy fény önmagában. És a haszadim fényében felfedezed a hokma fényét. Neked megszerzési vágyad van, megteszed a megszorítást, és ebben érzed a sötétséget a megszerzési vágyban, és ez azt jelenti, hogy az első megszorítás soha nem lesz eltörölve, hanem e fölött lesz, tehát aztán a szűrő fölött a visszavert fény jelenik meg a haszadim, és ebben tárad föl a teremtőt és a hokmát. Az hogy lehet, hogy vált ez egy érzékelőség, kérdezi nép. Ez beletében nem létezne, ha nem egy magyarabb. Tehát itt öt elem létezik, öt rész. Ez most tűnik úgy neked, hogy nem olyan a spirituális világban. Te van a spirituális világban, és minden érzésed és megkülönböztetésed onnét jön. Tehát ez az, ahogy ez működik. Te látod rajta, hogy egy megszólítást tettem, hogy cimcumban vagyok, vagy... Vagy van egy masszakom? Egyébként nem tudnál ebben a formában létezni. Még öt szinteken is vegetatív állatai, és a többi szinteken is léteteket.
Még ebben az elképzelt világban is. Tehát mit írj? Mászám. És úgy tűnik, hogy nem vagy a spirituális világban. De távolságot érzel másoktól. Ez nem igaz. Mert... Tehát már megadhatod neked a... Azt kell feltárnod, hogy hogyan tudsz hozzácsatlakozni ez a jó cselekedethez, és hogyan tudod felébreszteni magad a spirituális világban. Egyikünk sem maradt kívül. De a teremtő nem teremtett törött dolgot, korrupt dolgot, csak egy erejtést kaptunk, amit fel kell tárnunk. Tehát meg legyen a képesünk és a vágyunk, hogy részt vegyünk ebben egy tudatos módon. Hogy én benne akarok lenni ebben. És minden más a teremtőtől. Terjed ki. לכן נקרא צדיק שהוא מצדיק את הבריאה. לא. לא. אבל אל תחשוב שאתה מתרחק מבריאה. אז זה מבנק. נכון? יגזול לי הקל. יכול להיות מסרטני. אתה רב תהיה שזה נהוי. אוי זה סנצ'גן קיבל. תקרא לו שם. כה אמר השם, כן? שם. כתוב. ככה זה. אבל הכל זה כי ואיך זה נברא דווקא בגלל שכנגד האור יש לנו חושך. יש פונטרן אז אז. הבורא חושך. ahogy a fény ellenében megteremtette a sötétséget. A teremtő teremtette a sötétséget is. És csak ezzel tehető meg ez a fény feltárása, csak a sötétségen keresztül. Hogyan lennék képes felfedezni egyetlen, egyetlen jelenséget? Tehát ez még a technikában és a tudományban sincs így. Az összes érzékszervünk automatikusan az ellenállásokon keresztül működik, hogy mit érez és hogy érzi ezt. Ez így ellenállás van. Tehát kérdezz meg a tudósokat, majd elmagyarázzák. Vagy az ellenállással érzékelünk. Érzékszervünk így működnek, hogy ellenállás helyeznek a dolog irányába. Ez a Samatiban is elmér ez a bálászóra, hogy rabas. Így működik az érzékelésünk. Egyiket a másik ellenében. Nem? Te kérdezz. Először a vendégek. Entonces, en un taller, ¿cómo se revela la luz y la oscuridad? Az basadna ech mitgale aor ve achoshech. Es una percepción que debo corregir porque lo que el amigo que percibo como oscuridad es correcto. A fény és a sötétség. Ez az egy valóságérzékelés, amit korrigálnom kell, hogy a sötétséget a barátaimban láttam. Ez a sötétség benne van. Ez a sötétséget én fedezem föl. Tehát mindenki angyal. Mindenki, úgy kell látnom mindenkit, hogy tökéletes. Kivéve engem. És nekem kell elérnem csak ezt a tökéleteset. Nekem kell elérnem ezt a tökéletes állapotot. Annon nem ért egyet velem. Respecto a la misma pregunta o relacionado con la misma pregunta que hizo Rodolfo. ¿Qué pasa en estos momentos cuando estamos en este en la preparación? Rodolfo, ¿sólo quieres tener que decir? En el cual yo me junto con los amigos. Mi tercera pila del ban. ¿Qué son congresos? Amikor egyesülök a barátokkal, és érzem ezt a hatalmas örömet, és nem látok semmi sötétség. De egyszerűen érzem. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok a helyes munkában?
תתקלל בכולם ותראה עד כמה שאתה מצליח. תתקלל בכולם, תרצה לראות את כולם הנמצאים Foglaltasd bele mindenkivel, és majd meglátod, hogy működik ez. Próbálj meg egyesülni mindenkivel, és akkor ez tényleg meg fog történni. Mert a kapcsolatokon belül érkezhetünk el csak ehhez az érzéshez, a kapcsolatnak ez az érzéshez, mert a kapcsolat már ott van. Ez az, ahogy feltárjuk. Tehát ahogy ezt érzékeltem, na, elmúlt napokban teljesen készen állunk a teremtő feltárása, és még egy kis erőfeszítés, és akkor elkezditek érezni, hogy hogy működik ez a felső rendszer. איך אני בכנס מעלה את החברים שלי בשמינייה לדרגה הראשונה? A kongresszuson hogyan vagyok képes felemelni a barátaimat a 8-asban az első szintre, az első spirituális szintre? Ez egy kérdés. Ez valóban egy kérdés, mondjára. Meg kell tennem az összes erőfeszítést. El kell fejtem magam teljesen. Miért? Mert az én teljes sikerem csak azon múlik, hogy képesek mondjuk elérni ezt az egységet, ezt az egyet. Tehát én önmagamon nem vagyok érdekes. Tehát meg kell tennem mindent. Akarnom kell, hogy megtegyem. Mosolyognom kell a barátokra, meg kell ölelnem őket. Tehát minden külső cselekedet is meg kell tennem. De a legfontosabb dolog, hogy mit teszek a szívemben. A szívemben el kell kezdenem, be kell irányoznom felé, hogy érezzem őket. Köteleznem kell őket a szívemben, hogy egyek legyünk, és akkor megérted, hogy hogy működik ez. Megérted, hogy ennek a sikere csak rajtad működik. Ez az, hogy a teremtő ezt elrendezte. Másoktól neked, vagy neked kell ezt megtenned. Különböző formákban rendezte ezt a teremtő. Meg fogod látni, hogy a teremtő hogy irányoz be erre? Hogy rendezte ezeket a dolgokat? Mert ezek a te szívedből jönnek ezek a dolgok. És hogyha szívedből vágyni fogsz rá, akkor ez megtörténik. Gondoljátok meg, hogyan tárulhat ez fel, hogyan tudjátok megtenni, de látjátok el, hogy ez mindenkitől függ a 8-asban, mert ez mindenkinek a saját erőfeszítést kell megtenni. Lassan elünk a lecke végéhez. És fordítsatok. Orosz kérdés. Én a gyűlöletről szeretnék kérdezni. A gyűlölet, ami az egyfajta alapja az első spirituális szintnek. De ez a gyűlölet, ez az eredménye, hogy megpróbálok közel kerülni a barátokhoz. Ez valami különböző, mint amit most érzek. Tehát ez a kérdésem, hogy... Tehát valami természetes... közös gyűlöletet kell éreznem? Ez nem közös gyűlölet, ez egy felőle... Tehát ez egy más, egy magasabb fokozat, ahol ez megjelenik. Milyen intenzitásra van szükségem, hogy ezt... Tehát nem a gyűlöletet kell elvárni, nem kell gyűlölni, a balból semmit nem akarjátok feltárni, csak a jobbat, csak a szeretetet, és ez a bal majd feltárul. Csak növeljétek a szeretetet egymás között, ez a legfontosabb. A gyűlölet fölött. Csak növeljétek ezt a szeretetet. Hogyha növelitek ezt, akkor majd elkezdjétek érezni ezeket az ellenállásokat.
új ezeket nüansznyi feltárásokat, de csak a jóra gondoljatok, csak a szeretetre, a kapcsolatra, és akkor sikeresek lesznek. Bejelentések. A kabbalámok hívnak mindenkit bevezető leckékre. Jokneamban most holnap este 7-kor mondják a részleteket és az elérhetőségeket. A belépés ingyenes. A Kabbala bölcselete, hogy még sosem láttuk korábban. Különböző témák a Kabbalából. Itt is mondják a részleteket. Virág Kabbala Kongresszus Izrael támogatására. És egy זמן שהעולם נגד ישראל יש כאלה ש... הוא יביא להגיד ישראל להם פורדול הכל שוקר אני נגד שתעמוגת יק ישראל 6000 barátunk, 64 ország, egy ember kongresszuson, a jó ember kongresszuson, Izrael egységért. Február 23-tól 25-ig. שמש בנשמה חודרת אל הלב כמנגינה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכל הנשמה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב לתת את הלב ביחד משתלב אל תוך השמחה אל תוך האהבה נעשה את המחר לעולם מאושר רק ביחד נריע ביחד נשפיע ביחד נגיע ביחד נצעד אל החלל האהבה